Sziasztok, én Vaszúcsi Kristóf vagyok, és ebben a videóban arról szeretnék nektek beszélni, amit már az előző videóban mondtam, tehát már beszéltem róla is, de most beszélni fogok róla. A lényeg az, hogy miért kellett nekem az előző YouTube videómba bevágni olyan drónfelvételeket, amik már több mint fél éve készültek. Ha érdekel ez a videó titeket, akkor tartsatok velem! Tehát, hogyha valaki nem látta volna az előző videómat, akkor lényegében arról van szó, hogy fél évvel ezelőtt legalább fél évvel ezelőtt készült drónfelvételeket kellett bevágjak, mivel eseti légtérhasználati engedély hiányában álltam akkor. De hál' Istennek ez már ugye elévült, mert fél év ennek az elévülési ideje. Eddig kereken kettő esetben kellett a rendőrségre ezért bemenjek, mindig így igazából ugyanaz a személy jelentett fel. A mostani videónak az lenne a lényege, hogy nem elég, hogy veszel magadnak egy drónt. Jelen esetben ez például az én drónom, ez egy V2.0-as Phantom 4 Pro. Egyébként én szeretem nagyon használni, de majd később csinálok egyébként erről is egy videót. Tehát nem elég az, hogy veszel magadnak egy drónt, kimész a határba és repkedsz vele. Nem. Eseti légtér engedélyre van neked szükséged. Hiába nem veszélyeztet senkit, nem csinál semmit, nincs ott semmi a környéken. Ez nem elég sajnos. És miért nem elég? Maga a rendőrség nem fog téged felkeresni, ha nem csinálsz akkora hülyeséget, hogy valami egetverő dolog. Tehát, hogyha nem repkedsz a budai várban a királyunk irodája előtt, lakosztálya előtt, akkor kutyát nem érdekel egyébként, hogy mit csinálsz. Ésszel csináljad, amit csinálsz, ennyi a lényeg. Ez mindennel kapcsolatban egyébként így van az életben, az én meglátásom szerint. Tehát, térjünk vissza a tájra. Magától a hatóság nem fog téged felkeresni, hogy hé fiú, láttuk ebédszünetben ezt is ezt a videódat, mutasd már be a papírjaidat. Nem. Ők ilyet nem csinálnak. Ezer más dolguk van, sokkal jobb dolguk van, mint ezzel foglalkoznak. Marha nagy a létszámhiány. Nem fognak ezzel foglalkozni egyébként, hogy hú, te most milyen képet csináltál hol. Viszont itt jön ugye az a jó magyar szokás, megdőlik a lovam, dögöljön meg a szomszéd lova is. Eddig mind a kettő esetben azért kellett bemenjek a rendőrségre, mert bejelentést tettek, miszerint eseti légtér használati engedély hiányában repkedtem. Na már most. Egyik esetben nem én voltam, én csupán a videót vágtam, az én gépemmel repültek, viszont az egyik rokonom, akire nyilvánvalóan nem voltam köteles egyébként terhelő vallomást tenni, mivel közeli rokonságban állok vele, így ez az eljárás meg lett szüntetve. A legelső, amiért be kellett menjek, az ugye azt az előző videóban már meséltem, hogy van itt a környékünkön egy kis sportreptér, és ott felvettem egy pilótát, ahogy felszáll a repülőjével, egyébként az ő külön kérése volt ez. Mindegy, oda is be kellett menjek, de hál' Istennek ugye az már, hogy is, hát ha jól emlékszem, talán egyébként amiért behívtak, az már egy éves felvétel volt, így elévült, mert ugye 6 hónap az elévülési ideje ennek a szabálysértésnek, mert szabálysértésnek minősül ez a dolog. Javaslom nektek, nagyon figyeljetek oda egyébként, hogy kivel osztjátok meg a videótokat, képeiteket, mert mondhatni, hogy túl sok jó akaró nem létezik egyébként. Nyilván van egy-két ember, aki jót akar nekünk, de az inkább a rokonság. Sőt, ahogy elkezdtem egyébként ezeket a YouTube videókat gyártani és közzétenni, azt vettem észre, hogy azok az emberek bizonyos csoportokban, Facebook csoportokról beszélek, azok az emberek igazából, akik eddig aktívak voltak, kommenteltek, stb. Azok így elkezdték igazából lehúzni ezeket a videókat, tehát dobják rá negatív lájkot, viszont a statisztikában látszik az, hogy például 15-16 perces videómban, az előző videómban belenézett 5 másodpercig.
5 kerek másodpercre nézett bele, és már dobta a negatívot. Ez az 5 másodperc, tudjátok mi? Megnyitod, betölt, negatív, kilépsz. Ennyi. Tehát diszlájkolják. Nem tudom, hogy ez miért jó, talán irítség, talán ennyire nem szimpatikus a képem neki, teljesen mindegy számomra, de a lényeg az, hogy én úgy gondolom egyébként, hogy kitartással bármit el lehet érni, mind a YouTube-on, mind a Facebookon, stb. A való életben, csak kitartónak kell lenni. Hogyha arról van szó, csinálgatom ezeket a videókat, igazából én így jól érzem magam, szeretem azt látni, hogy hasznos tartalommal töltöm meg ezt a, hát nem szeretném minősíteni a mai internetnek a tartalmát, de próbálom hasznos dolgokkal megtölteni hasznos tartalommal. Közben puskázok még egy kicsit, felírtam magamnak pár dolgot, hogy miről szeretnék beszélni, sőt, inkább mondhatni, hogy kérdezni. Néhány hete bekattant a fejembe, hogy szeretnék podcast adásokat gyártani. Na már most ez elég sok kérdés felvet bennem, mind a technikai háttérrel kapcsolatban, mind a témakörrel kapcsolatban, úgyhogy ha valamelyikőtök igazából jártas ebben, azt nagyon szépen megköszönném, ha felvenné velem a kapcsolatot. Vagy elég, ha megírjátok kommentben, inkább az is tökéletes, és akkor felveszem vele én a kapcsolatot. Ha van bármi téma, ami érdekel titeket, akkor azt legyetek szívesek, írjátok meg nekem kommentbe, segítsetek nekem, ennyit legyetek kedvesek a tartalomgyártással kapcsolatban. Eléggé necces folyamatosan azon kattogni, hogy milyen témát dobjunk be, ami érdekelhet titeket. Egyébként mióta elkezdtem ezeket a YouTube videókat gyártani, azóta a legtöbbször megtekintett videóm az a Peak Design csuklópánttal kapcsolatos, úgyhogy valószínűleg lesz még pár ilyen videó, remélem ti is velem tartatok, úgyhogy nem maradt más, mint a sablonszöveg. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel a csatornámra, és tartsatok velem a következő adásban is.